Már a megérkezést követő rövid időn belül otthon érzi magát a Kárpátaljáról jött vendég Lembergben, az immár egymilliósra duzzadt galíciai nagyvárosban. Különösen az Ódon belváros hangulata ragadja magával az utazót. A 19. század második felében és a 20. század elején emelt gyönyörű középületek, bérpaloták, a hangulatos kávézók az osztrák-magyar monarchiát idézik. A több száz éves házak a tisztes jóízlésről, a különböző mesterségek és művészetek megbecsüléséről, a polgári erények tiszteletéről árul. A belváros szívében a Piac tér 35 szám alatt található az 1989-ben megalapított, ma 212 tagot számláló Lembergi Magyar Kulturális Szövetség székháza. A megalakuláskor, amikor még annyi kárpátaljai tanult Lembergben, ez a szám meghaladta a 400-at is. Mai elnöke Szarvas Gábor építész, aki kivételesen frakban fogadja stábunkat. Mindig frakban jár? Hát azért nem mondanám. Nem annyira gazdag kulturális életet élünk, hogy minden nap frakba járjunk, de ma kivételes esemény van. A Budapesti Operett Színház fog fellépni a Csárdás királynővel a Lembergi Operában, úgyhogy már az esti előadásra készültem. A Szövetség baráti társaságból alakult civil szervezetté, meséli a kezdeteket Szarvas Gábor, a kulturális egyesület elnöke. A kezdeményező csoportnak az első összejövetelre 40 embert sikerült összetoboroznia. Jellemző az akkori lelkesedésre, hogy az alakuló ülésre már is 150-en mentek el. Főként a városban élő értelmiségiek, művészek, zenészek és mérnökök, valamint azok, akik valamelyik lembergi felsőfokú intézményben tanultak és időközben itt alapítottak családot. Az ötlet az már régen megszületett, még a szovjet időkben, csak hát akkor nem volt rá lehetőség, és ezért az idősebb generáció, a mostani idősebb generáció, akik annak idején diákok voltak, meg fiatal tanárok, úgy oldották meg ezt a dolgot, hogy szerveztek egy Kelme nevű énekkórust, és ez volt ennek a szövetségnek az első, hogy úgy mondjam, alapja. A Lembergben élő körülbelül 800 főt számláló magyarság nagy része a múlt század 50-es, 60-as éveiben került a városba, ahol már akkor is 14 egyetem működött. A tehetséges kárpátaljai magyarok miután Magyarországra és nyugatra nem mehettek tanulni, ezért itt keresték boldogulásukat. Az utóbbi két évtizedben az alapító tagok közül mintegy 30-an költöztek át Magyarországra. Az itt maradottak gyermekeit a vasárnapi iskolában Gergely Péter, az LMKSZ alelnöke tanítja magyarul. Mint mondja, a rendszerváltás követően az internet elterjedéséig csak nehezen tudtak magyar nyelvű kiadványokhoz jutni. Amikor eltűnt a drúzsba, könyvesbolt, eltűntek az újságok, folyóiratok a trafikokból, a bódékból, akkor minden eltűnt, mert nem jön be a rádió, nem jön be a tévé, semmit, nulla. Akkor kezdtünk rájönni, hogy itt valamit tenni kell, mert másképp ott vagyunk, ahol a part szakad, akkor meg is alapult a társaságunk, és azóta valahogy próbáljuk előre mozdítani ezt a dolgot. Az LMKSZ idén 6. éve rendezi meg a Magyar Kultúra Napjait Lembergben. Ezen belül különböző kiállításokat és koncerteket is szerveznek. A magyar vonatkozású kulturális rendezvények természetesen a Lembergi Magyar Szövetség szervezésében történik. Itten más magyar szervezet nincs. Ezért minden magyar, aki itt lakik Lembergben, előbb-utóbb felkeres minket, és akkor természetesen ami elsősorban érdekli az embereket, ez a kulturális események. Eredjönek szívesen. Két éve Liszt Ferenc zenei fesztivál volt a városban, de az utóbbi három évben nagy sikerrel mutatkozott be a Honvéd Tánc Együttes, a Kocsis Zoltán vezette Nemzeti Filharmonikusok, a Magyar Állami Népi Együttes és a Budapesti Operett Színház is. A jó értelemben vett magyar kulturális offenzívában aktív szerepet játszik Magyarország ungvári főkonzulátusa is. Nagyon örülünk a tevékenységüknek, hiszen egyre, minden évben egyre több érdekes kulturális programot szerveznek, és Lemberget se hagyják ki ezekből. Hát ezeknek a kulturális programoknak köszönhetően nagyon jó a magyarság, az itt élő magyarságnak a nívója. És hát szerintem a népi diplomácia szintjén is ez egy fontos tényező, amikor mondjuk Ungváron a gyerekek a melléről leszagatják a kokárdát, és közben itten pedig magyar rendezvényeket szerveznek a színházakban. Jó baráti viszonyban jönünk a helyi lakosságnak, de mink egy
fontos tényező vagyunk az itt élő társadalomnak, és olyanak fogadnak el minket, akik a kultúra terén nagyon is aktív részesei vagyunk a lembergi életnek. Az ősz elején Rigában tartotta éves közgyűlését a nyugati magyar szervezeteket tömörítő Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége. A rendezvényen a NYEAMSZ zárónyilatkozatot fogadott el, melyben kiértékelték éves munkájukat és összegezték a magyar kormánnyal való együttműködésüket is. A megjelent résztvevők egyben kielemezték, hogy milyen jelenleg a nyugati szórványban élők helyzete, vagyis hogy milyen az élet nyugaton. Szorványban élni különleges, teljesen más élet, mint a tömbben élő kárpát-medencei magyarságé, akik diaszpórában vannak, nap mint nap meg kell küzdeniük magyarságukért, azért, hogy fennmaradjon nyelvük és kultúrájuk, akár több ezer kilométerre is az anyaországtól. A szorvány élet az nem egy természetes életforma. Ez természetes életformává válhat egyeseknek, de a szorvány életforma az mindig többlettel vár, többlet munkával, többlet feladattal jár, ahol az egyénnek vállalnia kell sok mindent, hogy a szórványban megmaradhasson a nemzet tagjának. Általánosságban elmondhatjuk viszont azt, hogyha önmaguk nem tesznek azért, hogy megőrizzék magyarságukat, megőrizzék identitásukat, akkor nem marad meg ott a magyar közösség. A szurvány magyarság a rendszerváltás óta jóval kevesebb figyelemben és támogatásban részesült, mint az elszakított területek magyarjai. A jelenlegi kormány most ezen akar változtatni. Kiemelt figyelmet érdemel, illetve kap a diaszpóra magyarsága. Nyugat-Európában, általában Európában és a tengeren túlon egyaránt. Úgy gondolom, hogy a diaszpóra magyarságára eddig Magyarország nem igazából figyelt oda, hiszen az elmúlt évtizedekben szitok szó volt egyáltalán megemlíteni is őket. Mindenképpen az anyaországgal való kapcsolat az egy nagyon fontos ebben a kérdésben, hogy erősítsük a szorványban lévő magyarokat, hogy megmaradhassanak magyarnak, hogy a kapcsolat jó legyen az anyaországgal, hogy mi meghallgassuk az ő problémáikat és segítsünk nekik. Több nyugati országban nagyon nehezen tudják csak megőrizni magyarságukat egykori honfitársaink, illetve leszármazottjaik. Ezért fontos, hogy különböző programok keretében az anyaország hathatósan támogassa a szorványban élő magyarok megmaradási törekvéseit. Ennek egyik fontos állomása a Kőrösi Csoma Sándor program. Az elmúlt 6 hónapban Európában 12 ösztöndíjas volt, akik a munkánkat segítették, akik új szint hoztak az életünkben. A Kőrösi program keretein belül 47 ösztöndíjas indult útnak 2013 áprilisában a világ 5 kontinensére, hogy munkájukkal segítsék a diaszpórában élő magyar közösségeket. Nyugat-Európában 12-en vettek részt a programban. Február végén tudtuk meg, hogy elnyertünk-e az ösztöndíjas pozíciót. Volt egy hónap közös felkészítése. Márciusban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban készítették fel a fiatalokat, akik ezt követően már utaztak is a célországok felé. Németországban 4-en jöttünk, Frankfurtba, Stuttgartba, Münchenbe, illetve én Hannoverbe. Feladataim közé elsősorban a hannoveri és a Hannover környéki magyarság, illetve a magyar egyesületek, magyar közösségek segítése számított. Nagyon sok embert sikerült megismerni, sok emberrel sikerült beszélgetni, és a mindennapi programjaikban, illetve a különböző rendezvényeken segítséget nyújtani. Azt gondolom, hogy ez elsősorban egy gesztus értékű ösztöndi program. Az ösztöndíjasok kiválasztása a Nemzetpolitikai Államtitkárság feladata volt, de mindig szem előtt tartották azt is, hogy mit kívánnak a diaszpórában élő magyarok. Van, ahol magyar tanárt kértek, ez a legtöbb, van, ahol néptánctanárt, van, ahol a cserkészet munkájába kell besegíteni, vagy egy egyházközség életébe, vagy a könyvtárosra van szükség, tehát nagyon sokfajta feladat, és mi igyekeztünk olyan fiatalokat találni, akik valóban tudnak segíteni a hétköznapi életben. Ott
azokban a gondokban, amelyekkel minden nap szembesülnek a diaszporában élő magyarok. Nagyon fontos, hogy a magyarországi fiatalok megismerjék a kint élő magyaroknak az életét, és hogy oda ők vigyenek egy anyaországi kultúrát, egy olyan tudást, amire szükségük lehet. A Nyugat-Európában lévő szórványszervezetek szerint a Kőrösi Csoma Sándor program sikeres, ezért folytatni kell. Semjén Zsolt októberben jelentette be, hogy a program a jövőben is folytatódni fog. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes szerint fantasztikus munkát végeztek az ösztöndíjasok, brilliánsan megoldották a feladatot, és abszolút pozitív visszajelzések érkeztek a külföldi tartózkodásukról. Szeretnénk összegyűjteni, hogy a nagyvilágban, szerte a nagyvilágban hol vannak magyar értékek, magyar tulajdonok, magyar emlékhelyek. Itt lehet szó magyar házakról, templomokról, de mondjuk egy térről, amit valami magyarsággal, Magyarországgal kapcsolatos dologról nevezünk. Ez pedig már a Julianus program. Az egykori magyar domonkosrendi szerzetesről elnevezett terv célja az egész magyarságnak fontos értékek felkutatása, azért, hogy azok megmaradjanak a jelen és a jövő generáció számára is. Sok ilyen érték az anyaországon kívül található. Ezeket meg kell keresni és nyilvántartásba kell venni. Ezért indult el a Magyar Örökségek és Emlékhelyek Kataszterének összeállítását célzó Julianus program. Erről és a kataszterről a Magyar Diaszpóra Tanács még 2012-ben hozott döntést. Azóta a szorványszervezetek igyekeznek felkutatni ezen értékeket. A történelmi emlékek, a magyar értékek felmérése magában Vilniusban a kataszternél 10 nagyon szép emlékhelyet tudtunk felmérni, ami ilyen különböző szobrok, kápolnák, ami nagyon különleges. A kataszter kimondottan a Kárpát-medencén kívüli magyar emlékek összegyűjtésére szolgál. Az anyaországhoz való erősebb kötődést volt hivatott elősegíteni a kettős állampolgárság intézménye is. Sok diaszpórában élő honfitársunk élt is ezzel a lehetőséggel, és felvette a magyar állampolgárságot. Több ország jogrendje ezt sajnos nem engedi meg, de a tudat, hogy akár lehetnének magyar állampolgárok is, új erőt adott a szórványban élők számára. A Magyarországhoz való újabb kötődést jelentheti majd a jövő évi parlamenti választásokon való részvétel is. Potápi Árpád, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke szerint fontos, hogy aki jövőre majd élni akar szavazati jogával, az már most regisztrálhat. Megindult a regisztráció, tehát a külhoni magyaroknak a számba vétele, mégpedig annak érdekében, hogy a 2014-es országgyűlési választásokon tudjanak élni most már állampolgári jogokkal, és részt tudjanak venni akár szülőhelyükön is a magyar országgyűlési választásokon. Mostanra már több mint 500 000 igényeltek magyar állampolgárságot, és többségük már le is tette az esküt. A magyar kormány a szórványterületekre 50 konzult küldött ki, hogy segítsék a honosítást, ezáltal is megkönnyítve a folyamat lebonyolítását. A visszajelzésekből ítélve sokan fognak majd élni szavazati jogukkal is. A nyugat-európai szervezetek is erre buzdítanak. Jönnek jövő évben a választások, ami hál' Istennek a kettős állampolgárságnak köszönhetően most már a nyugati magyarság is elég komoly számba vehet részt. Ezeknek a választásoknak a részvételére buzdítjuk mindazokat, akik ugye azt megtehetik. Sok anyaországi magyar állampolgár fog majd szavazni a külképviseleteken is, mivel egyre többen vállalnak munkát Nyugat-Európa országaiban. Számuk évről évre folyamatosan nő, és jelenleg már eléri a 500 000-es nagyságrendet. Bár sokak szerint ők csak megélhetési vagy csúnya szóval másodlagos magyarok a szórványban, mégis számolni kell velük, hiszen közülük is sokan igénylik a nyugati szórványszervezetek segítségét. A NEOMSZ képviselői szerint is egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a Nyugat-Európába jelenleg bevándorló magyaroknak. Amennyiben ők igénylik, integrálni őket a meglévő magyar közösségekbe, a másik az inkább viszont már államközi probléma, szociális kérdésként, tehát hogyan lehetne nekik munkát, lakást, egyáltalán megélhetést közvetíteni, ezt a nyugati magyar szervezetek nem képesek ezekkel nem képesek megbirkózni. Abban viszont lehet és kell is segíteni, hogy könnyebben tudjanak beilleszkedni az egyes célországok magyar szervezeteibe, és ezáltal részt tudjanak venni azok rendezvényein. Nyilván ez mint egy új hullám, egy új réteg, velük is meg kell találni a szót, velük is ki kell alakítani a kapcsolatot, és őket is meg kell ismerni, és nekik is meg kell ismerni bennünket. Tehát szerintem egyik nagy kihívás, hogy velük is megtaláljuk a kapcsolatot, és be tudjuk őket integrálni, mert ez hosszú távon nekik is jó,
meg nekünk is. Igyekszünk az új jövő magyarokat befogadni a szervezeteinkbe, és a gyerekeknek az oktatását fontosnak tartjuk, hogy akik ott születtek, vagy fiatalon jönnek oda ki, meg legyen lehetőség, hogy visszatérjenek Magyarországra. Sok olyan szervezet van, különösen a balti államokban, ahol nagyon kevés a magyar, viszont egyre több munkavállaló érkezik a Kárpát-pedencéből. Az ilyen közösségek életében komolyabb létszámnövekedés megy végbe az újonnan érkező és az ott letelepedő magyarok által. Kijöttek Magyarországról, többen dolgoznak, és itten folytatnak a munkatevékenységet. Úgyhogy magyarnak való mi azt számítjuk, hogy akik itt vannak, velünk együtt találkozunk, az is a magyar társasághoz tartozik. Sokan a gyors meggazdagodás reményében vágnak neki Nyugat-Európának. Többnyire felkészületlenül érkeznek és arra számítanak, hogy ott kolbászból van a kerítés, pedig ez nem így van. A jelenlegi gazdasági válságban ott is keményen meg kell dolgozni a jólétért. Svájcban is nagyon sokan jönnek szerencsét próbálni, úgy mondva. Hát különböző elvárásokkal érkeznek, hát gondolják, hogy rögtön kapnak állást, de hát nem olyan egyszerű. Többen elkövetik azt a hibát is, hogy már egyből családostól érkeznek, kevés költőpénzzel. A nyugaton már egzisztenciával rendelkező magyarok szerint viszont célszerűbb lenne, ha először csak a család fenntartó rendezkedne be újonnan választott hazájában, és csak utána vinné ki feleségét, gyermekeit. A legjelentősebb magyar kivándorlás helyszíne ma Anglia. Gyári munka, szállítmányozás, vendéglátóipar és mezőgazdaság. Ez a négy terület a legnépszerűbb a Nagy-Britanniában munkát vállaló magyarok körében. Becslések szerint a 2004-es EU bővítés óta legalább 1 millió kelet-európai munkavállaló érkezhetett Angliába. Szamai Gábor családja 90-es évek közepén Kárpátaljáról költözött Magyarországra. Gábor 2 éve döntött úgy, hogy szerencsét próbál Nagy-Britanniában. Legfőbb célja, hogy egyszer ismét Kárpátalján vagy Magyarországon élhessen. Ehhez pedig a Szigetországban szeretné megteremteni az alapokat. A lehetőségek mindenképp sokkal jobbak, mint otthon, ezért jöttem ki, és amíg meg nem találom a lehetőségeket, addig nem fog hazamenni. Tehát mindenképpen haza akarok menni később, de még most kis pénzgyűjtés van, és jól érzem itt magam alapvetően. A társaság egyre jobb, egyre többen vagyunk otthonról. Alakul a helyzet. Gábort nemrég öccse Balázs is követte. Egy autóipari vállalatnál dolgoznak mindketten az Oxfordshire megyében található Banbury-ben. Haza is Kárpátaljára évente mindössze 2-szer jutnak el. Úgy vélik, a kettős állampolgársági törvény egy hatalmas segítség volt ahhoz, hogy a határon túli magyarok legálisan vállalhassanak munkát az EU-ban, majd gyarapodva térhessenek haza szülőföldjükre. Egy hatalmas segítség volt, enélkül nem indulhattak volna meg. Tehát ez kellett hozzá nyilván. Most megtehetik Kárpátaljáról is, meg nem csak Kárpátaljáról, hanem a határon túli magyarság megteheti azt, hogy egy jobb élet után néz, aztán pedig egy kis, hát gyarapodva élményekkel, anyagiakkal hazatérjen, és ezt otthon felhasználva tudjon egy jobb életet biztosítani magának. Az elmúlt években nagyon sok lengyel és magyar vendégmunkással gyarapodott a kis angliai település. A helyi lengyel boltban például már magyar termékek is kaphatók. Mindezt magyar felirat hirdeti. Ebben a boltban járunk vásárolni, mert ugyebár a hazai ízek azok elengedhetünk meg számunkra, és itt az alapanyagokat be tudjuk szerezni, mivel Magyarországról is vannak termékek. Viktor pár hónapja ukrán állampolgárként érkezett a kárpátaljai csapról a Szigetországba. A hazai fizetése alig közelítette meg a 200 eurót, ezért döntött úgy, hogy Angliában próbál szerencsét. Egy évvel ezelőtt voltam itt, ugye már mivel a barátaim itt dolgoznak, kijöttem meglátogatni őket, és egyúttal megtetszett nekem ez a város, ahol laknak, meg eleve Anglia. A fiatalok idővel mindenképpen haza szeretnének térni, mindössze az ehhez szükséges anyagiakat szeretnék megteremteni Angliában. Egyelőre viszont nem a hazaút kérdése foglalkoztatja őket leginkább. Kicsit parázok, mert nagy angol akcentus, ha értsen meg azt. Az otthoniakkal való kapcsolat tartására a videótelefonálást használják. Az online vonal másik oldalán a szintén kárpátaljai Kovács István van. Vele otthon találkoztunk. És ez már nem Anglia, hanem Ukrajna legnyugatibb települése, Csap. Az imént látott Kovács István egyik ismerősétől búcsúzkodik. Őt is felvették Banbury-be dolgozni. A Kárpátalján az utóbbi időben egyre inkább tapasztalható magyar ellenes közeg miatt nála mostanra teljesen betelt a pohár.
Angliába költözik. Hazatérését a politikai helyzet megváltozásától teszi függővé. Az a politikai helyzettől fog függni, ami most folyik Kárpátalján. És most ezek a magyar ellenes megnyilvánulások, ez nagyon ijesztik az embert, plusz ebből a fizetésből, amit itt keres az ember, egyáltalán nem lehet megélni. Az, hogy egy céget nyitni abból a pénzből, amit ott majd megkerestek, lehetséges. De mondom, ez minden attól függ, hogy milyen lesz a politikai helyzet Ukrajnában, Kárpátalján. A nacionalisták több levegőt kaptak, én úgy érzem. És nekünk magyaroknak egy kicsit jobb lábra kéne állni, mint ahogy most vagyunk. Sok magyar dolgozik és él a földközi tengerszigetek államaiban is, az Egyesült Királyság egykori gyarmatain. Ők főleg az idegenforgalomban dolgoznak. Magyar szervezeteik nincsenek, magyarul egyre kevesebbet beszélnek. Katalin pár éve került Ciprusra vendégmunkásként. Azóta megszerette ezt a mediterrán országot, és már csak látogatóba tér haza szülőföldjére. Szeretném itt a szigeten elképzelni. Én nekem bejött, szeretek itt élni, szeretem mind a klímát. Sikerült kialakítanom egy jó egzisztenciát. Szeretem dolgozni, szeretem a munkámat, a kollégákat, egy nagyon jó csapattal dolgozom együtt. Éva egy turista út alatt ismerte meg jövendőbeliét a lovagok országában. Azóta már Málta az otthona, férje családja befogadta. Élete és munkája már oda köti. Az anyaország másodlagos lett számára is. Honvágy azért mindig van valamennyire. Az első időben még inkább addig még nem lesz gyerek. De utána megszületik az első gyerek, akkor ugye gyerekkel már telik az idő, megvannak a napi feladatok, utána a második gyerek, megvan a munka, úgyhogy egyre többet az ember foglalkoztatva van már a családdal, a gyerekekkel együtt is. Úgyhogy tulajdonképpen így valamennyire enyhül a honvágy, de azért az még mindig ott van a kis magyarság érzet, kis Budapest hiány. Vannak persze olyan országok is, ahol nem igazán jönnek be a magyarok számításai. A többi nyugati országnak, hál' Istennek, olyan problémái is vannak, hogy a munkát vállaló magyarok zömével jönnek az országokba. Nálunk egy kicsit fordított a helyzet. Nekem az az érzésem, hogy ahány magyar vállalkozó érkezett Csehországba, az majdnem mind megbukott. Az újonnan érkező magyarok sokat tehetnek annak érdekében, hogy a nyugat-európai magyar szervezetek egy kicsit felfrissüljenek általuk, különösen akkor, ha azok igénylik gyermekeik számára a magyar nyelv és a kultúra oktatását. A magyarság megmaradásának ugyanis a legfőbb alapja az anyanyelv ápolása. Az oktatás az alapvető, mert a történelmünket, az anyanyelvünket az oktatáson keresztül tanulhatják meg, vihetik tovább, adhatják tovább a gyerekeiknek. A kultúra nélkül, a gyökereink, a múltunk nélkül, ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. A legtöbb ország támogatja a kisebbségben élő nemzetek anyanyelvi oktatását, ezzel segítve a magyar nyelv folyamatos ápolását. Az oktatás majdnem minden nagyobb svájci városban vannak magyar iskolák, magyar óvodák, Zürichben, Bázelben, Bernben, Lisztában. A magyar oktatás állam támogatásával úgy működik, hogy 5 városban, ahol elegendő számú magyar gyerek csoport gyűlik össze, ott a magyar, a finn állam támogatja az oktatást, tehát fizeti a tanár bérét. Sokan eleinte csupán gyakorlati okoknál fogva iratják csemetéiket magyar iskolába, óvodába. Olyan a jövők, ugye, akik még a felszínen mozognak, ők természetesen a saját gyermekük érdekében szükségesnek tartják a magyar nyelvű oktatást. Nem azért, hogy a gyerekek ne felejtsenek el, hanem egyben még nem tudnak adni a németül. Viszont, hogyha bekerülnek osztrák iskolába, akkor sajnos az a probléma, ami előfordult már a másik és a többi generációnál is, hogy sajnos az első-második generáció aztán asszimilálódnak. A más országok nemzeteibe való beolvadás sajnos egyre jelentősebb. A 28. uniós tagállam Olaszországhoz közeli részein már csak diaszpórában élnek magyarok. A nyelvi asszimiláció ezen a hozzánk közeli területen is magas. Mink szorványban vagyunk, pár százan vagyunk itten, a beolvadás nagyon nagy és sajnos nincs vidám jövő a magyarságnak ezen a részen. A feleségemmel beszélek magyarul, de már a fiammal nagyon nehezen. Molnár Pál a csehországi Český Krumlovban, ebben a sokak által ékszerdoboznak tartott kisvárosban él. Tökéletesen beszél magyarul, holott iskolában sosem tanulta a nyelvet. Én nem jártam egy magyar osztályt sem, csak odahaza tanultunk a szüleimtől, nagyszüleimtől is, úgyhogy
egymás közt beszéltünk és olvastunk. Pál gyermekei még beszélnek magyarul, viszont úgy véli, hogy a következő generáció már nem fog tudni. A balti államokba is sokan vándoroltak ki Kárpátaljáról. Többen viccesen úgy nevezik például Észtországot, hogy Kis-Kárpátalja. Van isteni gondviselés. Mert másképp ezt nem lehet elnevezni, hogyha Szovjetunióban 1988-ban 50 magyar, azt mondja, hogyha az észtek már észtek akarnak lenni, akkor mi meg magyarok akarunk lenni. Megalakítjuk a szervezetünket. A szervezetek megalakulása persze fontos lépés volt, de a napi életben most is igazodni kell az egyes országokban bevett szokásokhoz. Észországban úgy tud a gyerek barátok között, mert az utcán legjobban érvényesül, hogyha ő is észt. Tehát mindenütt ez a veszély, a beolvadás. A beolvadás sajnos nem lehet megállítani, de késleltetni még igen. Ebben nagy szerepe lehet a jövőben a hazai közmédiának is, hiszen a nyelvápolás egyik ma már elengedhetetlen eleme a televízió és a rádió. Ezért fontos, hogy a diaszpóra magyarságáról is egyre több műsor számoljon be. Ma már a rétegmagazinok mellett a fő műsoridőben sugárzott hír- és háttérműsorok is egyre többször foglalkoznak a külhoni magyarságot érintő ügyekkel. A közmédia természetesen ezután is kiemelt figyelmet és megjelenési lehetőséget kíván biztosítani a szorványban élő magyarság számára. Olyan műsorokat szeretnék a képernyőn látni, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy a nemzet visszataláljon saját hagyományaihoz, történelméhez. Igyekszünk a nyugat-európai magyarságot, a diaszporát és az egytömbben élők problémáit, gondjait bemutatni. A Duna Televízió pár éve indította el a Duna World csatornáját, mely az egész világon fogható. Az elmúlt évek sikertörténete az a Duna World csatorna megjelenése volt. Azáltal, hogy a világ minden részén fogható és interneten is elérhető, az a szorványban élő magyaroknak nagy segítség. A műsorok tematikájába közvetett módon a külhoni magyarok is beleszólhatnak azzal, hogy olyan témákat adnak, illetve vetnek fel, melyeket maguk is szívesen néznének. Kérjük a szervezetek segítségét olyan szempontból is, hogy adjanak témát és feladatot a Duna World csatornának, hogy ők magukról mit szeretnének látni ezen a csatornán, hisz nekik készült. Pár hónappal ezelőtt a közmédia életre hívta a külhoni magyar sajtószolgálatot, mely a határon túli magyarság politikai, társadalmi és egyházi szervezeteinek közleményeit adja közre. Ennek folyamatos hírellátásához is várják a diaszpórában élők információit. Küldetnek híreket ebbe a sajtószolgálati adatbankba, ami egy fórum. Azt szeretnénk, hogy jelentkezzenek be ezek a magyar szervezetek, és küldjék a munkájukról a híreket, és azokat a híreket is osszák meg velünk, amelyik a magyarságot összeköti. A legtöbb szórványban élő magyar büszkén mondja, hogy nála az egyes gomb mindig is a Duna Televízió volt. Tény, hogy sokan nézik nyugaton a magyar televíziós csatornákat, hisz ezáltal nyomon követhetik a Magyarországon történő fontosabb eseményeket. Elsősorban a határon túli adások érdekelnek bennünket, persze a aktuális napi híradón kívül. Minél szélesebb az ismeretségi körünk, minél több kapcsolat alakul ki az országok között, annál több személyes ismerőst is felfedezünk az egyes adásokban, így az erdélyi műsorok nagyon érdekesek számunkra, a felvidékről szóló adások is. Természetesen nem csak az anyaország támogatja a diaszpórában élő magyarokat, ők is sokszor állnak ki Magyarország mellett és kapcsolatrendszerükkel segítenek abban, hogy jó színben tüntessék fel hazánkat. Többi között a Magyarországot lejárató külföldi sajtóorgánumok támadásának kivédésében is nagy szerepet játszottak a nyugati magyarok. Azok a méltánytalan támadások, amelyek az elmúlt esztendőkben érték Magyarországot és a magyar kormányt, azokat ezek az emberek, illetve ezek a szervezetek, amelyeket ők képviselnek, visszaverték, illetve mindenhol megfelelő választ adtak. Alaptalan támadások érik Magyarországot, a magyar nemzetet, és ahol csak tudunk, próbálunk reagálni. Személyes kapcsolatainkat is próbáljuk ez irányba kamatoztatni. A Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke szerint a nyugaton élő magyarok egyben hazánk ki nem nevezett követei is. A nyugati magyarságot nem elhallgatni kell, nem szégyenkezni kell miattuk, hanem büszkék kell legyünk rájuk, hiszen szorgalmukkal,
kivívták azt, hogy a világban mindenhol megbecsülik a magyarokat, hiszen ők önkéntelenül Magyarországnak a nagykövetei, bárhol is éljenek a nagyvilágban, és akár akarják, akár nem ellátni ezt a tisztet, de mindig a magyarságot képviselik. A nyugati szervezetek mindig is kiállnak a nemes magyar célok mellett, legyenek azok az anyaországban vagy az elcsatolt területeken. Így támogatták az Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke által október végére szervezett székelyek nagy menetelését is. Szeretnénk tiltakozni a tervezett romániai közigazgatási terv ellen, és ennek aztán kidolgoztuk, hogy felvázoltuk azokat a meneteit, hogy gyakorlatilag mibe is fog ez a szolidaritás megnyilvánulni. A NEOMSZ összes tagszervezete egybehangzóan elítélte a tervezett romániai régió átszervezést is, amit a Székelyföld feldarabolási kísérletének tartanak. Sok rendezvényükön gyűjtenek az arra rászorulóknak, támogatnak több kárpát-medencei iskolát és szervezetet, vendégül látnak határon túli egyesületeket és a keleti végen élő csángókat. Hagyományos báljain a történelmi múltra visszatekintő bécsi magyar bálon és a zürichi bálon is egy-egy fontosabb magyar célra teszik félre a bevételt. A nyugati magyarok már sokszor bebizonyították, hogy szerves részei a nemzetnek, most rajtunk a sor, hogy mi is befogadjuk és elfogadjuk őket. Teljes a mi életünk, tehát lehet egy teljes magyar életet élni a Szórványban is, talán sok szempontból még teljesebb, mint egy magyarországi élet, mert sokkal tudatosabban éljük meg a magyarságunkat, de néha kicsit belefáradunk. Так кажуть про людину, яка не має де жити. Ні газди, ні собаки. Так можна розказати про деякі хатки у Липовці. Ми навіть на якусь мить подумали, що село вимерло. Та ні, воно живе. І живе дуже цікавим життям. Яким саме, я вам зараз розповім. Туман упав не за вину. А тут угорі, в пустих шибках хат, ми побачили білі хмари. Чисті, ще не займені дощем. Він упаде під вечір, а поки нам посміхається сонце, яке приголубило голівки дерев, і тут закрутило, завертіло у барвисту водивіль рясне листя. А воно таке веселе, таке піддатливе. Проклало нам дорогу до Липовця, яке створили чи то люди, чи то розбійники. Хоча розбійники теж люди зі смаком, бо місцину для села вони обрали гарну, хоч і від світу небом прикриту. Там десь були злодії на ім'я Лип і Вець, які втекли від арешту десь з міста, то сюди приблукали в гори і заснували село. Інша така легенда каже, що коли на місці цього села було багато липових дерев дуже, від того Липовець. А котра з них правдива, зрозуміло, що це тільки легенди, домисли. До полонини руни з Липовця рукою дотягнутись можна. Ото за тим, а потім за тим поворотом, і потім прямо і ви на місці. Хто на полонину рівно ходив, той знає, що так близько вона до Липовця, що аж чути її було в сорокові. Коли війна була, які бої в полонині були та на полонині рів. Тепер мало хто це все пам'ятає, бо сіроголових, тих, що корінням приросли, залишилось тут хіба кілька бабусьок. На підмогу підростає молодь і займає нині ті хати, що деякі з них поки навіть пусті, але такі надійні. Бо надійними майстрами були зліплені. Із глину місили, вальки робили і будували хату. Сиве волосся не сховає молодечої надії і дівочих споменів. Тепер під старість хіба одна до одної через дорогу, насіння полускати. А згадати є що, ну хоча б про вічне, про кохання. Женилися вже старима, я вже була на пензії, дідо на пензії. Дідо сам і я сама. Кажу, зійдемося вдвох лучше поговорити я з ким. А так самому тяжко. Комусь важко на старість, сумно. Але липовчанам і липовчанцям зовсім сумувати ніколи. У них робота. І в сніг, і в сонце, з яким, до речі, прикидаються.
хазяйство, корову почему роча. А ти так живеш, бо старість. Поле маємо, картоплю садимо, сіно косимо козочкам, ще й тепер ми косили. Та ще трохи про сестру Липовця полонину Руну. Його захисницю, годувальницю. Он, подивіться, що назбирав по дорозі до неї оцей добродій. Я що на пенсії, мені байдуже. Вже зараз на пенсії. Я і так кожен день копійку зароблю собі, 100-150 зароблю кожен день. На грибах. Пішки вийде на полонину, повернеться і 150. Я пою на бруснику, Андрія збираю, принесу, грибу принесу, продам гриби, бруснику, зважать все, гроші в кармані. Та в Липовці усе росте. І навіть таке тут збирають, що на місцевому ті назви чудо-ягід чи трав ледве запам'ятати можна. Он, спитайте цього хлопчика, що збирає його мама. Збираю яфини, цюфези. Ходить коло худоби. Інколи зібране – це те, з чого потім ще якийсь час прожити можна. Ну, хто хоче, то є. Находить собі. Як вижити і як заробити гроші. В основному – ягоди. Можна хороші гроші заробити, якщо ходити кожен день. От 200 до 300 гривень можна заробити до обіду. Роботи в Липовці, як і у кожному селі біля хати, багато. А тому навіть малечу до неї запрошувати не треба. Я прибираю, доглядаю за братиком, хожу до школи. Надія Бескіт закінчила школу, у якій сьогодні навчає дітей липовецьких. Вона згадує ті часи свого дитинства, ще коли у її родичів та знайомих у селі була робота. І до неї далеко в місто ходити не потрібно було. Була ланка колгоспна, бригада, чоловіки, жінки мали роботу. Садили капусту, картоплю садили, доглядали, обкопували, потім вибирали. Взимку тут звозили, перебирали. Овець тримали у нас у селі. Два вівчарники великі вище села були, багато. Дуже багато було овець. З іншого виганяли на полонину рівну на пасовисько на ціле літо. А взимку тут заготовляли люди сіно для тих же овець. Ото був їхній заробіток. Копали картоплю, вибирали, знову ж таки заробіток. Ну тепер трошечки з роботою важче. Добиратись, розумієте, що не дуже легко, складно. 7 кілометрів прички, щоб сісти на автобус, і знову таки повертатися ще 7 кілометрів. Село прожило різні часи, та сьогодні воно знову молодіє. Як і ці яблуньки, грушки, липи, які скидують свої листочки восени, щоб навесні знову помолодитися у нових шатах. Єдине, що молоді, аби дорослими стати, до старшої школи далеко добиратись треба. Закінчують діти нашу школу, йдуть потім у турочки. Угу. Ви бачили, сусіднє село, там проживають цілий тиждень. Понеділок їх відвозять і п'ятницю привозять сюди. А от Іван Кирлик вдома і корівку тримає, і порося, і рибник біля хати облаштував. І он якого коня вигодував. Каже, файний кінь, коли гарбузами годувати. А ще згадує пан Іван народну мудрість, що вовка ноги годують. Того, що на селі все своє. Сало своє є, капуста своє, картопля своє. Все своє, пасоля своя. Все, морковка своя, бурак свій. Тільки той, хто хоче робити на землі, той буде жити. А хто не хоче, не буде жити. В селі можеш прожити навіть без грошей. Отак живуть в Липовці. Хто з чорниць, чи пак позакарпатський яфин, хто зі споменів, а хто тільки підростає. Та вже знає, за що липовець так легко полюбити.